Hosszú volt a bőt, közel 4 évtizedet kellett várni a csodára. 2017-ben viszont végre újra lesz magyar díjlovagló csapat az Európa-bajnokságon. Nagyon jó érzés, főleg, hogy csapattársaim, élettársam Losonci Anikó és tanítványom Szalai Niki, akivel igazából már 8 éve dolgozunk együtt. Ez nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy így képviselhetjük ezzel a csapattal, egy jól összeszokott csapattal a göteborgi Európa-bajnokságon Magyarországot. Ebben a szakágban korábban még soha nem volt rá példa, hogy egy rangos világversenyen ugyanannak az egyesületnek a versenyzői képviselhették egy ország színeit is. A Magyar Gárda tagjai egyaránt a Mária Kálnoki Ács József Lovasklub sportolói. Anikóval és Robival Németországba ismerkedtem meg, mikor még szüleimmel mentünk lókeresésre, és utána ott dolgoztunk együtt, majd 2015-ben Magyarországra költöztünk, azóta itt vagyok lovas. Fiatal lovaktól egészen kiképzett lovakig tudok itt mindenfélét lovagolni, tanítványokkal foglalkozni. Igazából ez tölti ki a mindennapokat a versenyzés mellett. Hosszú évekig Németországban dolgoztunk, éltünk és dolgoztunk. Frankfurt mellett egy nagyon jó istállóban, és ott igazából nagyon jó neves edzőkkel tudtunk tréningezni. Nagyon jó lovakat lovagolhattunk, és így ezáltal nagyon sok tapasztalatot tudtunk szerezni. És mindenképpen ugye, amire mindenképpen az, hogy egy csapat munka, bár a díjlovaglás igazából egyéni sport, viszont mi már egymást nagyon régóta segítjük így mind a hárman. Utoljára 1981-ben volt rá példa, hogy magyar csapatnak sikerült minősülnie díjlovagló Európa-bajnokságra. Az idei EB-re június közepén Csehországban kvalifikálták magukat a mieink. Nekem ezzel egy régi álmom vált valóra. Már régóta gondolkoztam azon, hogy jó lenne, hogyha lenne újra egy magyar csapat. Miután Robinak és Nikinek sikerült minősülnie, ezért újra elkezdtem mozgatni a fantáziámat ez a csapat dolog, és úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálok én minősülni. A kvalifikációs kritériumom az 2 darab nemzetközi versenyen kell megfelelő százalékot szerezni megfelelő bírók előtt. Ezt nekem Brunóban és Lipicán sikerült teljesítenem. Az tehát a brunói viadal óta nem kérdés, hogy ott lesz csapatunk a kontinens viadalon. Az azonban még korán sem dőlt el, hogy Ács Róbert Rasputyinnal vagy Flashdancerrel indul Göteborgban. Rasputyint azért már régebb óta lovagolom. A Flashdancer idén kezdett el ilyen nagy díjszinten versenyezni. Talán ő egy kicsit nagyobb tehetségű ló, viszont kevesebb rutinnal. A Rasputyin egy rutinosabb ló, és mindenképpen az utolsó pillanatig ki fogok várni, és a jobb formában lévő lovamat fogom elvinni az Európa-bajnokságra. A másik két induló viszont biztosnak tűnik. Losonci Anikó Mysteryvel, még Szalai Nikolett Willy the Hittel vesz részt az EB-n. Utóbbi indulása a magyar színekben több szempontból is bravúr, hiszen korábban nagyon komoly külföldi ajánlatok érkeztek érte. Gazdája azonban ragaszkodik hozzá, mind a mai napig. Nem bántam meg ezt, a legelején le tudom szögezni. Egyik oldalon Willy nekem nem csak egy ló, hanem ő egy barát, egy társ, egy családtag, és a másik oldalon meg szerintem minden lovas ember ismeri azt a mondást, hogy a ló lovas nélkül is lovas, de a lovas ló nélkül már csak egy ember, és szerintem ezzel mindent elárultam. A díjlovagló Európa-bajnokságra augusztusban kerül sor.